Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Ez a Terefere adássorozatunkban dr. Oláh Zoltán úr barátommal molekuláris, biológus aspektusából beszélgetünk itt, de mondhatnám, hogy nyelvész, mondhatnám, hogy magyarság őstörténetkutató. Ezeket a titulusokat mindenki rakosgatja magára, de igazából egy magyar szívvel, lélekkel élő ember, aki rengeteget segített már a közösségnek, ahol él. Ez egy másik adásnak a része. Ott fejeztük be, egy pár perccel ezelőtt egy sorozatot csináltánk, hogy a DNS-einkről egyre több új információ van azért, és többek között az, hogy nem egészen igaz az, hogy az öröklődés során mindig hurcoljuk magunkkal ugyanazokat a tulajdonságokat, amit a szüleink, nagyszüleink hetek íziglen hoztak, hanem a megszületés után a hozott génkészlet bizonyos mértékben befolyásol, de az összes szerzett táplálkozás, gondolkodás, energetika, jelképek, szimbólumokat nem mondhatok, hatással vannak a mi DNS-einkre, és akkor ott hagytuk abba, hogy hogyan működik a DNS-eknek az újraíró gépe, vagy az átalakítása, hogy lehet az, hogy mit tudom, megszületik egy kis ilyen cingár japán gyerek, és ő lesz a legnagyobb szumóharcos 18 éves korára, ugyanakkor a testvére ugyanilyen cingárok maradnak, és ugyanazt a génkészletet hozzák, akár még ikrek is voltak. Megszületésükkor. Igen, hát ez igazából egy jelkészlettel születünk. A jelkészlet az olvasható a DNS szintjén, tehát ez ezt így is mondja a szakirodalom, hogy kiolvassuk a DNS-ben írott információt, illetve a sejt olvassa ki a saját sejt írógépén keresztül, tehát amikor a sejt képes átírni a DNS nyelvről fehérje nyelvre azt a tárolt információ, ami már nem olyan védett, mint a eredeti szöveg, hanem annak a fehérjének van élettartama. És minden fehérjének nagyjából saját ideje van, hogy mennyit tölt a sejt anyagcseréjében, tehát ezek nyilván más szempontok szerint hozzák létre azt az állandóságot, ami igazából egy folyamatos változásból jön létre. Tehát megpróbálom magamnak, meg Marinének lefordítani, tehát hogyha ott az írógéppel beírunk egyfajta sejtszerkezet, ami egyfajta speciális fehérje, annak ugye megvan a speciális élettani ciklusa, és hogyha ez az élettani ciklus alatt ez az információ, amit őt létrehozta, nem változik, akkor ez elvileg tovább íródik a következő ciklusra, de ha valami változás jön eközben, akkor már egy másfajta elnézést, hogy én egyszerűen próbálom. Igen, sajnos a köznyelvben elsősorban a kantilogikát, tehát az okságot, tehát okokozat láncokban gondolkodunk. Az élet nem ilyen. Az élet nem láncokból, hanem hálózatból áll, és ettől olyan stabilis, mert önmagába visszatér. Tehát ugye a kantilogika nem engedi meg a kör fogalmát, mert akkor ugye az okkal. A lánc az kör nekem. Tessék? A lánc, nem, a lánc nem. Hatás, ellenhatás, okozat, erre gondolsz? Vagy mire? Nem, a lánc az tulajdonképpen oksági lánc. Valami mindig valami kiváltóka. Kiváltó oknak az okozata. És akkor így lehet ebből láncokat felépíteni, de az élőben hálózatok vannak, és ebben nyilván a kör az egyik legfontosabb, ezért kapott minden más információ ellenére Szent Györgyi Nobel-díjat, hogy igazából fölfedezte, hogy a C-vitamin az önmagát állítja elő több anyagcsere közti terméken keresztül, és ez a kör adja meg a C-vitamin anyagcseréjének a stabilitását. Ez egy központi folyamat, egy körfolyamat, amihez további körök csatlakoznak, aminek nincs eleje meg vége. tehát nincs oka, meg okozata, hanem minden egyes elem a körben egyenrangú. Egyenrangúan föltételezi a másik és jelenlétét is. Most bejöttél a csőbe. Ugye nagyon sokáig az ember önmaga is képes volt C-vitamint előállítani. Mi volt az a láncolat, nem láncolat, hanem hálózati zavar, ami az embert megakadályozza abba, hogy ma is önmaga C-vitamint állítson elő? Nem feltétlenül zavar volt, ez egy ilyen folyamatszervezési tulajdonság, ami igazából az emberi munkamegosztásban is észlelhető. Tehát, hogy kiszerveződött az a C-vitamin előállítása mondjuk egy baktérium számára, vagy más, mert baktérium is tud C-vitamint előállítani, sőt minden lélegző élőlény az a... Tehát ha megfelelő mikroflórád van, akkor tud C-vitamint előállítani? A C-vitamin cikluson keresztül pörgeti le. Megint a mikrobiomnál tartunk. Így van, bizony, hogy ezek a mikrobiomok sokszor szervesen együttműködnek az emberi szervezettel is, és hát rengeteg vödörszámra van bennünk olyan velünk együttműködő baktérium, főleg kóli, aminek a rokona a szalmonella, amit nem szeretnél elkapni. Azok a mikróbák, azok az emberi anyagszintézisnek bizonyos kiszervezett elemei. Tehát azok se nem jók, se nem rosszak, hanem velünk együttműködők. Én most a nézőtől elnézést kérem, mert én ugrottam le a vágányról ezzel a C-vitaminnal, tehát ott tartottunk. Jó, visszatérve, tehát ott tartottunk, bocsánat, amit fölfogtam, igen. A néző biztos többet felfog belőle, de lényeg az, hogy ugye a sejtosztódásnak folyamatos ciklusai vannak, tehát három évvel utána már nem is ugyanaz. Ciklust mondtam meg. Igen. Most jönne a körmös egy igazi iskolába, igen. De most ezt elhagynánk, és lényeg az, hogy ugye körmös. Most előjöttek a körmös. Igen. A mös az mi ebből? Azt nem tudom. De ha ráütlök a körmödre, akkor biztos meg fogod érteni. Én kaptam eleget egyébként, mert mindig valami hülyeséget kérdeztem. Igen. És akkor most jön a kérdés, hogy ugye most előjöttek ezek a telomeráz 65, meg mindenféle dolgokkal. Ez mennyiben függ össze, hogyha ilyen telomerázt etetsz az emberekkel, hogy akkor a meglévő sejt fiatalságát fent tud tartani, illetve ez az én szempontomból azt a státuszkót megtartani, ami abba a DNS hélixbe bele van írva. Igen, ugye a kromoszómák végén van egy időmérőeszköz. Ugye az is fontos, hogy a sejtek folyamatosan kicserélődnek bennünk. Tehát vannak olyanok, amik nagyon lassan, és vannak, amik nagyon gyorsan, például a bőr, ami kopik, és szarusodik folyamatosan. És akinek, de megvan egy nagyon... És akinek vastag a bőr a képén, annak meg nagyon, nagyon lassan kopik. Az meg ügyeljen a képére. Képére. Mert könnyen az űrsiklónak a talpán találja magát. És a talpnyaló, az is van, ami űrsikló lény. Így van. Na mindegy, igen. Igen, visszatérve az, hogy a kör az, ami a gondolkodás eleme a hálózatos megértésében a dolgoknak, és a anyagcserében is, amit metabolomikának hívnak mostanában az újabb. Tehát nem csak a DNS állítja, írja és olvassa önmagát, hanem a szervezetben lévő összes ilyen köztes termék, mint a C-vitamin, az is önmagát folyamatosan anyagcserekörökből állítja helyre. Tehát igazából ez a helyreállító képesség tart bennünket, ugye a termodinamikai egyensúlytól távol, ami igazából az élet egyik fontos jelensége, mert a termodinamikai egyensúly az a halál állapota. Mm. Tehát amikor visszahanyatlunk a szervetlen természetbe. Ezt az entropiát magyarázzuk már ezért. Tehát, hogy ez ugye a termodinamikának a alaptörvényei, és hát ezeket kellene igazából tanítani a szabálykönyvet az embereknek, és akkor abból meg tudnán érteni az egészen összetett rendszereknek a világát is. Most még ne kell magyarázunk. Na várjál, egy pillanat, igen? Itt csak egy kulcs szó, ugye rend és szer. Így van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az élet az a negatív entropiáról szól, tehát nem a kitágulás, hanem a rend, a sűrűsödésről, és ebben a sűrűsödéses rendben tudjuk az életet fenntartani, és abban a pillanatban, amikor az élet fénye kihull, vagy nem tudom milyen módon. Hát vagy sérül ez az önmegújuló rendszer, akkor elkezd dagadni, például igen, rákos burjánzásba, igaz? Igen. És akkor ez már a termodinamikának az a entropiás törvénye, hogy egyre nagyobb, de szabályozhatatlan rendszerek jönnek létre. Igen. És akkor a belső rend fenntartása lehetetlenné válik, na ez a halál állapota. Igen. És sőt, ma már fölismertük a programozott sejthalálnak a működtetését. Például egy tumornál, egy rákos daganatnál nem árt tudni, hogy hogyan lehet a sejtet egy ilyen vészmegállító gombbal gyakorlatilag megállítani abból a körkörös forgó mozgásából, hogy a sejt önmagát létre tudja hozni, és ez a forma nélküli önmegvalósítás az igazából a sokkal magasabb rendezettségű testnek a rovására történik. Ugye az összes energiát maga felé irányítja az osztódó góc, és ilyen módon gyakorlatilag föléli az egész testnek az összes anyagát, energiáját. Van egy nagy rendszer szintű dolog, ami az életet fenntartja, és ő létrehozza a saját kis, kiszakadva abból a körből, ami az egészet irányítja. Ő egy öngerjesztő folyamatban, szabályozás nélkül terjeszkedik. Ezt úgy hívták, hogy térfoglaló progresszió, abban a körben, ahol ő... Igen, de a nyelvünk is ilyen, tehát egy térfoglaló progressziónak... A progresszió, most akkor mi az a progresszió magyarul? Így van, tehát... Az fejlődés jelent, vagy haladást? Önkibontó. Önkibontó, autopoetikus, hogyha nagyon görögösen szépen szeretnéd mondani, önteremtő. Tehát önmagát teremti az emberi minőség, amióta az emberi minőség ilyen minőségben létrejött. Tehát a telomerázokra az volt a válaszod, hogy a kis szalagocskákat... Na most a telomerázokat gyorsan befejezzük, ugye az a kromoszómák végén van, és a sejtnek az élettartamát tudja változtatni. Attól függően, hogyha a telomeráz egy ilyen ollószerű enzim, ami ezeket a hosszú, tehát a hosszabbodó vissza tudja metszeni, tehát mint egy jó kertész. És ott egyre kevesebb, minél többet vágsz le, egyre kevesebb információt. Nem, ott az csak az időmérő, tehát az órának a... De sejtőregedéshez nincs köze akkor? De, mondom, hát az idő, ha időnek van köze a sejtőregedéshez, akkor te az órát tudod visszaállítani. Tehát úgy öregedhet a sejtem, hogyha egyre több... Igen, tehát Dollinál az úgy történt, hogy rájöttek, hogy a Dolly a klónozott kecske, ugye? Nem, birka. Birka, bocsánat, volt. Jó, hogy a klónozott Dolly az nagyon hamar öregedett. Elpusztult, ugyanis a telomerázait nem vizsgálták, az első klónozott, örültek, hogy sikerült lemásolni a teremtő receptúrát. Igen, és utána rájöttek, hogy igazából, hogy hosszú életű legyen, akkor mielőtt visszaültetik a lemásolt petesejtet, ami osztódóképes, a hordozó anyaállatba, azelőtt a petesejtben a kromoszómák végeit vissza kell kurtítani. Tehát le kell azokról vágni, mert ugye ezt testi sejtből vették, a testi sejt az ugyanannyi idős, mint amik vagyunk. Tehát attól függ, hogy... Nem hosszabbítani kell? Tehát nem mindig egy darabot vágunk le belőle? Nem. Vissza kell metszeni. Vissza kell. Mert az rakódik rá, tehát az... rárakódik, nem? Igen, tehát az idővel az hosszabbodik. És amikor az emberek ilyet fogyasztanak? Na most akkor... ilyet nem tudsz fogyasztani, mert ez egy fehérje, egy enzim. Aha. Tehát amit esetleg lehetne, árulnak nagyon nagy pénzekért. Azok mind átverések, aha, tehát az ne dőljön be senki. Igazából azt lehet csinálni, hogy valószínűleg ma már sokkal jobban ismerjük, hogy a telomeráz enzimre milyen kis molekulák hatnak, amit szájon át is be tudunk oda célozni, hogy fölvevődjön a táplálékból, átmenjen a vérfalon, aztán odajusson a helyre. De ennek ez egy komoly biológiai józanészjárást kell, hogy hogyan tervezünk, vagy találjunk egy ilyen módosító, telomeráz módosító kis molekulát. Na érdekes, ugye, mert én folyamatosan próbáltam vizualizálni magamba, hogy ez a Kant-féle elv, meg a hálózatos dolog nekem az jelent meg, hogy az egyik egy kétdimenziós rendszer, amiből igazából nincs fölfellépés. Ez a hálózat, ez a minden összefügg mindennel. Persze. Című dolog, és ez egy nagyobb dimenzionális egység, igen, amikor nem is tudod, hogy itt meghúzom a kis őszhajszáladat, és valahol a bokát táján valami, igen, fog jelentkezni, mert ez a hálózatos gondolkodás. Igen, ez a hálózatos gondolkodás csak a mi anyanyelvünkön maradt meg, aha, mert eredetileg a két agyféltek az munkamegosztásban dolgozik, az egyik a jelkészletünkön, aha, dolgozik, a másik pedig a képkészletünkön, a képeinket, és a kettőt ráadásul egymásba át tudja maradéktalanul fordítani. Tehát ami olyan műveleteket az agy, ami jeleken könnyebben végezhető el, és gyorsabban, azt jeleken végzi el, és utána átfordítja a végeredményt képpé, aha, illetve fordítva is elindulhat a folyamat, hogy adok neked de ez megint csak anyanyelvünkön lehetséges, hogy adok neked egy olyan képletet, ami igazából egy jelkészlet, amiből te a képletből fel tudod építeni az agyad képességei alapján azt a teljes képet, amit én át akartam neked nyújtani. Na most például a magyar nyelvre mindig erejük adunk ki, hogyha magyarul beszélsz, és még a szíved is magyar hozzá, igen, akkor ez a jelképrendszer átkerül. Ugye, nézőknek egy kicsit most panaszkodom, kérdeztem Zolit, hogy meditál-e. Azt mondja, neki nem kell meditálnia, mert folyamatosan ezzel a nagy körrel, ugye úgy hívja ő a fölöttünk lévő kollektív közös tudatot, nem tudattalan az tudatot, ahonnan bármikor, bármit képes lehívni. Hogy mondjam, szóval nyelvészet az egész világ. Nyelvészet az egész világ, oké. Okay. Amiért feszegetem ezt a kérdést, ugye előző adásban már kérdeztem, hogy mekkora kárt okozott nekünk azzal, idézőjelben Szent Istvánunk, hogy a rovásírás mint olyan eltüntette a judeokereszténység kívánságára a magyar nyelvből, de ugyanakkor a magyar nyelv, mint olyan, az önmaga szépségében fennmaradt, még hogyha nem is beszélek mindig szépen, mert hallom, úgy ide hallom a nézőt. És akkor a nagy kérdésem hozzád a következő. A magyar nyelven keresztül, ugye a történelmünket is itt-ott azért... mondjuk azt, hogy anyanyelvünkön keresztül, légy szíves, akkor már azért, jó, mert ha azt mondjuk, hogy magyar nyelv, akkor már... mindenki azt mondja, hogy minden ilyen magyar, meg piros-fehér zöldön van festve, meg... Tehát az anyanyelvünk gyakorlásán keresztül, az anyanyelvünk cizellálásán keresztül, igen, egyre mélyebben ugye genetikai írógépről beszélgetünk, hogy visszahozható az az ősi, végtelen tudás, érzés, kultúra, amiért a magyarokra fölnéztek ezer éveken keresztül. És a borzasztó, hogy igen. Igen? Hát ez a borzasztó. Nem borzasztó, ugye, nem csodálatos akartál mondani? Borzasztó? Ez kinek mit jelent, ugyanis ez egy hihetetlenül nagy merítése az emberi tapasztalatoknak. És ez a anyanyelvünkön ugye visszaforgatható abból a mély sűrített állapotból, ami gyakorlatilag már a DNS-en keresztül át tud menni egyik nemzedékből a másik nemzedékbe. Mindjárt mondok egy állatvilágból hozott példát, hogy vannak olyan madarak, akik tudnak dallam sorokat fütyülni, azáltal, hogy genetikailag ez már le van tárolva a DNS-ükben. Tehát például a madárfütynek is van DNS átirata. És ez ugye hát nyilván évmilliók alatt, ugye a madaraknak a dínók korából vannak még tapasztalataik, és ezt igazából a párválasztásnál használják ki. Tehát nagyon is fontos, hogy az ön megmaradásuk érdekében ezeket a fajukra jellemző füttyöket le tudják adni. Na most ezek az emberi minőségben azért sokkal összetettebb szerzett tulajdonságokat és tapasztalatokat tudnak átadni a mindenkor ezzel élni tudóval. Ugye, és ez a nyelvünk, ez lépten-nyomon előhozza a tehát átmegy a formanyelvészetbe, átmegy a zenébe, átmegy a táncba, tehát minden területen ez a fajta nyelv átüt. Tehát az egészen, ami a hangfoglalástól a napjainkig bennünket élve tartott. És az új honfoglalók, az első az, amit megpróbálnak pusztítani, az a nyelvünk, ugye? Hát a nyelvünk meg elpusztíthatatlan. Ez a rossz hírem azoknak, akik valami a fantasztikus, hogy elvégezte a negyedik egyetemét, és akkor gyakorlatilag a negyedik, ötödik szava szól magyarul, és mindenféle átvett műnyelveket, a műkaját megeszi a McDonald's-ba, utána műnyelven elkezd beszélni, és már igazából az a fajta... Hát ezért próbálok téged is leszoktatni ezekről az idegen nyelvekről, mert ezt magad sem tudod pontosan, hogy mi a forrása. Aha. Mit jelent? Mi van azokkal, akik ilyen jelképeket farigcsálnak a testükre? És hogy ezek a jelképek nem minden nap kimondott szó, hanem a jelkép, rezgéskép, az folyamatosan ott van rajtad, és az, nézd, mennyi tetkó van, ez a tatú, ez meg őrület lett a világban, és ez ugyanúgy egyfajta mentális programozás. Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezt fölhoztad, mert ez a félelemnek a közvetlen leküzdésének a jelképe. Ha védelmi jelképeket teszel föl? Így van, de nem tudják, mit rakják. De ő azt gondolja, hogy ezáltal ő védettebbé válik, mint aki nem tesz magára tetoválásokat. Most ugye azt tudjuk, hogy tetoválást találtak például Öczi Öcsin is. Pontos, így van. Öczi Öcsin olyan egyszerű tetoválások voltak, amik ilyen... Ezek gyógyító szimbólumok, ma is használják. Így van, pontosan, mert ugyanott voltak gyulladásos fájdalmai, és annak a szövődménynek a nyomai a csontjaiban, ahol ezek a gyógyító pontok vannak. Ezzel már keresni, csináltam egy műsort, hamarosan Sági Máriával beszélgetünk, aki ennek az egész tudását Magyarországra, Csiszár Robival, hogy őt el ne felejtsem. Igen, tehát tulajdonképpen azért a kínai gyógymódnak is ez itt a lényeg. Ez a pontszerű, pontoknak az ismerete, a pontoknak hálózatosan a testfelszínre való vetítése. A tatus IQ-ja nem ismeri föl, hogy amikor egy kínai jelet rám, hogy ez a kínai vécés néninek a délután jövök vissza, vagy éppen egy olyan ottani gyilkoló szektának a jelét teszi az emberre, ami abba a körbe, ugye te szavaidal érjek, hogy nem morfogenetikai mezőt, abba a körbe bevonza őt, és annélkül, hogy ő tudná, folyamatosan azok a jelképek hatással vannak rá. Tehát, hogy a beszéd, mindenféle jelkép, amit a környezetünkben itt van, ez a csiga, stúdióban a mi formai alakzatunk is egyfajta jelkép, és egy nagyon új tudományról szeretnélek téged kérdezni, napokban kaptam az anyagot. Arról szól, ez egy orosz professzor, nem tudtam kimondani rendesen a nevét, a Galinát fölhívtam, ő is lett ott, van Galiner vagy olyan ilyesmi, hogy van egy beteg ember, annak a 3 éves kor előtti egészséges fényképét megfigyelve egy hangjelkódot alakítanak ki arra az egészséges fénykép alapján, és utána ezt a hangot közvetítve az embernek, tökéletesen például dankóros képesek voltak ezáltal meggyógyítani, ha bár nem tudom, hogy dankóros 3 éves kor előtt egy kicsit óckot szedtől a dologtól. Mert ugye a dankór az már önmagában egy hibás kód. Igen, biztosan egy örökletes betegség. Tehát ő nem tudott róla 3 éves korában egészséges képet csinálni. Nem lehetett. Tehát ez egy önellentmondás önmagában. Tehát én ezen a vonalon nem nagyon mennék, viszont nagyon érdemes lenne az örökletes betegségeknek a gyógyításáról is beszélni, tehát a génterápiáról. Tehát vannak olyan mutációk, amik valóban egy gén, egy fenotípus. Tehát ami a génben mutáns, az a fajta hiány megjelenik a fehérjében. Ugye erről beszéltünk, hogy a génben írottak fehérjében jelennek meg a húsvér valóságunkban. A ribonukleinsavak, amik ide. Az a DNS. Az a DNS, és ezek a dezoxiribonuklein-savak. És akkor ezek a kis fehérjék, ezek... A fehérje, ugye a fehérje aminosavakból. Azt én tudom, de ami speciálisan benne van a DNS-ben. Az aminosavaknak a kódja. Kódja. A 3 betű felel meg egy aminosavnak. Tehát ilyen módon megy a fordítónak a működése, hogy olvassa a DNS-et, DNS-ben ezeket a 3-as tripleteket, úgy hívjuk, ugye, ezeket a 3-asokból egyértelműen meg tudja határozni, hogy a 20 aminósavas ABC-ből melyiket kell arra a helyre betenni. És hol tudsz te ebbe beleszólni a nyelvet? Na most nyilván az eredeti szövegnek a szerkesztésén keresztül tudok beleszólni. Tehát a jelenlegi legmodernebb genomikai, most ugyanis posztgenomikus korban vagyunk. Tehát amikor 100 000 genomot már ismerünk, és tudjuk, hogy annak milyen eltérései vannak egy olyan norma szövegtől, akkor elkezdtük tulajdonképpen ezeknek az eltéréseknek a fehérjékben megmutatkozó gondjait is föltárni. Tehát ezek a fehérjében megjelenő mutációk, ugye szöveghibák, sajtóhibák, azokat a DNS nyelven kell kijavítani. Most a DNS-hez hozzányúlni nem olyan egyszerű, mert ugye minden egyes sejtünkben a teljes DNS benne van, viszont a fehérjék azok csak bizonyos, mondjuk idegsejtekben, májsejtben, vagy más fehérje készletet hoz létre a DNS, attól függően, hogy az a sejt mit igényel. Igen. Tehát, hogyha például mondjuk van egy olyan örökletes mutáció, hogy a szemekben van csapok és pálcikák, és azok adják át az idegrendszernek a jeleket. Hogyha ezekben a csapokban és pálcikákban egy fehérje megsérül, akkor nem tud betölteni fényjeleket, tehát egy mintázatokat. Ugye a szem az elsősorban éleket próbál keresni a külvilágba. Amikor megszületik a gyerek, akkor ugye a formát azt először a fehér világos vagy sötét világos élek alapján próbálja rekonstruálni. Hát ezek sose tökéletesek, úgyhogy ezekhez szükséges az agynak az értelmező képességének is a beindulása. Tehát az, hogy egy háromszöget fölismerjen, ahhoz nem kell, hogy minden él össze találkozom egy sarokba, hanem csak abban mutató irányt is föl tudja az agy ismerni. Tehát ez a kiegészítő feladata, de ahhoz, hogy egyáltalán lásson valaki, ahhoz az kell, hogy az értelmező agyterületre, ami itt hátul van, oda az ideg föltöltődjön ezekkel a pillanatonként beérkező jelekkel. Na most van egy olyan mutáció, ami egy ilyen összekötő fehérjének a mutációja, tehát egy fehérjének a mutációja megakadályozza az egész látórendszernek a működését, és ez végül is vaksághoz vezet. És egy molekuláris biológus meg tudja azt az egy fehérjét határozni. Igen. És ezt a fehérjét meghatározod, onnantól kezdve összeteszed a kezedet, hogy ez csak ettől az egy géntől függjön, mert akkor azt az egy gént azért egy erre kidolgozott vírussal, abba beszerkesztett szöveggel ki tudod többsejtben is javítani. Mert minden egyes csapban és pálcikában, ami a ideghártyán van, ki kell javítani ahhoz, hogy te jelekkel föltöltsed a látóideget. Jó, hát megint eltelt 30 perc, és megpróbálnánk ezt összefoglalni. Tehát nekem nagyon tetszett azt, amit a madárénekről mondtál, mert ugye majd nagyon jól tudjuk, hogy a zene mennyire fontos az ember életében, nem mindegy, hogy milyen zenét hallgat, és hogyha a hangok, a hangrezgések ilyen módon befolyásolják a DNS-eink alakulását, a saját magunk által folyamatosan kántált szövegek. Mint például a rap. Repce. Repce. Olyan ősszavunk, hogy rep olyan nincsen, kedves. Repce van esetleg. De rep. Oké. Ül. Aha. Az előbb említetted a merit szót, emlékszel? Na most mindjárt ugrottam egyet, az én egyik kislányom teljesen ilyen Ó-Egyiptom szerelmes, és Merit az egy Ó-Egyiptomi királylánynak a neve, Meritnek hívják, ilyen érdekes, és a mi nyelvünkben megjelent. Ugye egyszer volt itt egy iráni nagykövet, felsoroltam neki 50 olyan szót, ami magyarban értelmezhető, és perzsául ugyanúgy más jelentése volt, de ugyanazok a szavakat. Tehát, mert a merit az is... Ugye egy nemzetközi. A merit az mit jelent? Hát majd megmondod, te vagy a nyelvész. A merit, az én magyar nyelvemben meritek egy vödörnyi vizet valahonnan. A merit az pedig igazából a jól merített. Jól merített. Az azt jelenti, hogy kiválóság. Kiválóság? Igen. Aha, merit. Akkor valószínűleg ez egy kiváló királylány volt. Igen, tehát az, hogy hogyan kerültek át az ősnyelvből a különböző unokanyelvekbe de sose, tehát a mi nyelvünknek a nyelvtechnológiája is különbözik ezzel a ragasztó technikával, az összes többi, mert azok legfeljebb csak hajlítani tudnak, de törni nem. Aha. Tehát mi tudunk tördelni, mert ugye vissza tudod tördelni, mert tudod, hogy a törteknek is van önmagában jelentése, és ezért az egész etimológia igazából jól csak a mi anyanyelvünkre működik, aminek a töréspontjai például elválasztásnál. Pontosan tudod, hogy hol kell elválasztani. Egy angol szót már sokkal nehezebb. Hát, beszéled az angol, de amikor le akarod írni, akkor vérpisi van. Na most ezért még ugye beszéltünk a formanyelvről és a beszéd rögzítéséről. Hát a rovás az van legközelebb az emberi beszédhez. Hát meg a DNS-hez is, mert tele van pálcikákkal, nem? Hát jó, formálisan igen. Jó. Na, akkor legyen ez. Legyen ez, és hova akartam jutni, mert azért ezt tudjuk egymást. Igen, az, hogy nyelvvel, tehát, hogy először azt mondják, hogy ha egy népet el akarsz pusztítani, hamisítsd meg a történelmét. Ez egy kisebbik bűn, mert utána tudok nézni, ha nagyon akarok. A második az, hogy pusztítsd el a nyelvét. Na most képzeld el, hogyha, és most már tökéletesen... most még van egy, hogy nem tudod elpusztítani a DNS-ét sem. Tehát az örökítő anyagnak az a mennyiségbe, hogy minden egyes csontvázban trillió nagyságrendben megvan a másolat. És ezekkel a másolatokkal van teli 65 millió éve a talaj, amióta elhullunk, és vissza tudjuk olvasni az elhullott csontokból a beleírt DNS szöveget. Na, ez nagyon messzire vezet, hogy a budi mellé telepített gyógynövények folyamatosan... Nem, ez információról van. Ez a Géci Gábor-féle budi elmélet. Igazából van benne, ugye minden egyes vizeletben van olyan molekula, amit a növény tud értelmezni. Tehát bizonyos növények valóban oda települnek a budihoz, amik azt a vegyületet megpróbálják valamilyen módon kompenzálni, vagy helyreállítani, vagy akármi. Na. De ez egy kicsit távol áll attól, hogy amikor mondjuk bele kell egy emberi genomba nyúlni úgy, hogy pontosan a 3 300 000 000 lehetőség közül pont azt választ ki, amivel az a fehérje, ami egyébként vakságot okozna, az helyreáll, térszerkezetében kijavítódott, és átadja a jeleket az agyidegnek. Tehát, hogy ebből a gondolatból ugye mondtuk, hogy a hang, zene, és akkor jön a táplálék, ugye, mert van, amit az ősi földből eszel, de ugye már lehet látni a mesterséges táplálékot, amit sose látott, azon keresztül ugyanúgy lehet a genomot befolyásolni. Erről napokat lehetne beszélni, hogy milyen helytelenül egyszerűen beszéltünk erről, hogy a GMO milyen módon befolyásolja az örökítést. De nem a GMO a legnagyobb gond, hanem az, hogy nem azokat a növényeket fogyasztjuk nap mint nap, amit 10 000 év óta nemesítettünk, és vele együtt nem esettünk mi magunk is, tehát nem tudjuk ilyen módon elválasztani a környezetünket, de elválasztották azáltal, hogy haszonelvűvé vált a tápanyagtermelés. 2 órája arról beszélünk, hogy a DNS nagyon gyorsan tud alkalmazkodni ahhoz a megváltozott környezethez, ahol van. Most meg arra utalsz, hogy csak az a jó nekünk, csak ember által tud olyan gyorsan alkalmazkodni, egyébként meg 10 000 év kell hozzá. Jó, ezek nagyon fontos volt kimondani. És ami zárszón azt szeretném mondani, hogy ez mennyire fontos, hogy az anyanyelvünket folyamatosan beszéljük, olvassunk, hogy minél több szókincsünk legyen, mert ma már egyszerűen ott tartunk, hogy 500 szóból el van a magyar, sajnos, hogy a védákat több ezer éven keresztül, de lehet, hogy még nagyobb idő, nem elnézést a hiás. Miért ilyen hibásan mondod? A védőket. A védőket, akiket védáknak hívunk, azokat... Az indiaiak kicsit akcentusabb beszélik a magyar. Rendben van. A védőket, ugye azokat az információkat nem leírták, pedig volt már írásbeliség, hanem folyamatosan... Apollo sem, bocsánat, hogy közbeszólok, de Apollo sem Apollo, hanem ápoló. Ápoló, jó. Csak ilyen akkor az ápolók voltak-e Holdon vagy nem, ez egy másik adásunk része, viszont a védákat, folyamatosan a védőket úgy adták tovább, nehéz veled beszélgetni, mert mindig van valami. Nem. Jó, de én szeretem ezt, hogy a védákat is folyamatosan a esti tüzeknél, a beszélgetéseknél adták át speciális kántáló nyelven, remélem, hogy nem tudsz belekötni a kántáló nyelven, és ezek alakították az ő gondolatiságukat, és így örökölték át több száz nemzedéken keresztül az ősi védő tudást, ami alapján utána kialakult egy csodálatos óriási kultúra, és ugye nekünk a nyelvünk igazából a rovásírásunkban és az élő beszédünkben benne van. Én csak azért kántálok ezért a rovásírásért, mert nézzük meg, hogy a héber az megmaradt, az összes vallásíratukat még mindig az ősi nyelven írták le, ha megnézed a gyönyörű képírásokat. Az a vallás az egy írott vallás. Tehát igazából a gondok ott kezdődnek, amikor az élőbeszéd, holt tekercsekre íródik. Ugye ez, és utána ezek de várjál, ez holt tengeri, attól még nem holt tekercs, bocsáss meg. Ez szándékosan. Ugyanis abban a pillanatban, hogy nem élő beszédben fejtjük ki a nézeteinket, milyen szép ez. Bármikor meg lehet hamisítani. Így van, és az a hibás szöveg utána önmagát sokszorozza, illetve vannak olyanok, akik segítenek ennek a hibának a fölnagyításához, vagy bármilyen módon való emberi tudatmódosításra való használatára. Tehát igazából a tudatmódosító használata az írott malasztnak, az igazából üldözendő. Na, én ezt a szót, hogy malasz, én ezt nem ismerem, ezt a szót, légy szíves, magyarázd meg nekem. Hát az ilyen sokat mondott. Ja, maszlag, nem? Igen, maszlag. Jó. Ez a maszlag. Ugye én a holtengeri tekercset, rengeteget szeretném az egészet megismerni. Ugye nem oda került, ahova kellett volna, csak részleteket hoznak nyilvánosságra, ugyanakkor az eszénus... De az rámutat arra, hogy ami pedig kanonizált, az mennyire hiányos. Így van. És ezért nyomon követhető, hogy milyen módon történtek a kihagyások. Tehát az új programozás milyen módon történt. Így van. Tehát, hogy azért kell a gyökerekhez visszamenni, hogy lássuk már meg, hogy mi ez az ős keresztjén, körösztjén, ami útján mi elindultunk, és mi az, ami után írásbeliséggel kialakult. És, na, én egyébként a holtengeri tekercseket nagyon szeretném egyszer teljes formájában olvasni, természetesen már csak lefordított formájában tudom elérni, de sajnos nem azokban a kezekben van, ahol a teljes egész információt továbbadnák. Mert... És itt van, látod, a fordításnak, ugye a fordítás, ferdítés. Karintinek van erről a Ülök a Ganges partján című vers, nem című, hanem ezt a verset, ugye ez egy adi vers, azt hiszem. És ezt lefordítják angolra, lefordítják az németre, és visszafordítják. És utána a hertz, ez tulajdonképpen egy hertz szalámi reklámmá módosul. Tehát a jelentés teljesen el tud veszni a fordításokon keresztül, és ez is az írásnak, a sajtóhibáknak a terjedése, a mutációk, ugye. Például vannak olyan újságok, amiket régen már most nincs, újságok sincsenek, hanem ilyen hírportálok vannak, ugye a weben, hanem az újságokat előállították, hogy volt egy ilyen törzsanyag, és a helyi mutációk. Tehát, hogy beleszerkesztették a helyben érdekes híreket. De ebben tudod, milyen nagyon jó? Az, hogy nem csak mi beszélünk erről, hanem most már egyre többen beszélnek erről, és az ősi tudások azok egyébként ugyanebben a körbe, amiben mi összetartozunk, benne vannak. Meg kell a kódokat kapnunk, hogy újból ki tudjuk olvasni. Igen. És hogyha itt lesz az ideje, akkor ez az ősi tudás, ami egyelőre a holtengeri tekercsek felélednek, igaz? Feltámadnak, ha jó ez a szó rá, és akkor az ősi tudás, ami egyébként utána valószínűleg el lett ferdítve, meg lett hamisítva, újból itt lesz közöttünk, és ez fogja az életünket meghatározni, és nem egy kör alapján, hanem hálózati gondolkodással fogjuk az egész életünket megélni, cselekedni. Igen, tehát az, hogy van valaminek határa, és azon belül tudunk értelmezni szavakat, jelenségeket. Benned egy óriási tudás leledzik, és ugye ilyen kis morzsákat szoktunk így adásonként így kihámozgatni belőle, de soha nem az a fontos az adásokban, hogy szó szerint mi mit mondunk, ebbe lehet hibát találni, elismerem. Ugyanakkor viszont az a cél, hogy elkezdjél gondolkodni, és ne a saját farkat körül szaladgáljál, most ezt az önmagába harapó kígyóra gondoltam, és semmi más semmire gondolnátok, hanem térben, hálózatban kezdjetek el gondolkodni, sokkal előbb eljuttok olyan információkhoz ebből a körből, ami mindnyájan közösen hoztunk létre, és benne van az őseink tudása, amit a DNS-eink szintjén elhoztuk magunkkal, hogy újból előre tudjuk hozni azt a tudást, érzést, ami a nyelvünk által viszont fennmaradt több ezer év óta. Össze tudnád így foglalni ezzel a mondattal? Ez, vagy igen, hogy... össze tudnám foglalni, mégpedig úgy, hogy kezdve a önmaga farkába harapó kígyóval, ugyanis ez volt az első olyan szerves kémiai áttörés, amikor Kekülé rájött, hogy azt a képletet nem lehet láncként fölírni, csak akkor, hogyha a lánc két vége összekapcsolódik, ugyanis a benzolgyűrűről van szó, aha, és a benzolgyűrűnek a elektron hiányosságát csak így lehetett elméletileg feloldani. És akkor ugye ez volt az első ilyen komoly áttörés, ami én úgy gondolom, hogy az anti-kanti logika győzedelmeskedett. A második nagy mérföldkő az a anyagcserében a C-vitaminnak az önmaga előállításának köre, amit Szent Györgyi, ugye máig ezt Szent Györgyi Krebs-ciklusnak hívnak. A szerves kémiában ezt tudják pontosan. És a szerves kémia pedig egy olyan nyelv, amelyik tükrözi az emberi agynak a képes és a jelfeldolgozó képességeit. Tehát igazából egy nagyon összetett képlet, az fölírható egy sorban is, meg képletekkel. És igazából a legjobb, amikor a jelképből a képnél kilépünk a kép formanyelv világába, hogy ezekre a szerves kémiai képletekre gondolunk. Tehát, hogy a képi működésük az agyunkban ezeknek a képleteknek az ide-oda ragaszgatásán. A képlet is jelkép valami. Igen, nem? Tehát a képnyelvünk is ragasztó. Tehát nem aha, csak a jelkép, de jel, tehát okay, a nyelvünk, az uh-huh, kimondott szóbeli nyelvünk, hanem ami az agyunkban képformájában aha, van jelen, az csak azért jelent előnyt, mert iszonyú nagy sűrítés, ugye egy kép az 1000 szóval is fölél, de azt át tudjuk nagyon ügyesen fordítani. Majd kértem egy mondatot tőled, hogy foglald össze, akkor ezt megpróbálom egy pontba összehúzni, utána te fogod és az egészet kihúzod. Igen, mert ez a fajta körkörös, ugye kerülgetjük, mint macska a forrókását. Aha. Tehát a lényeg azért mégiscsak az, hogy a tudás centrumába, a középpontjába eljussunk. És egyébként ebbe a dologba Massaro M. jutott nagyon messzire, nem a legmesszebbre, uh-huh, amikor ezeket a gondolatrezgéseket az idegsejt hidrát burkában lévő információs lenyomatokban őrzi, és amikor a képet látod, ami analógiába kerül azzal a víz lenyomattal, uh-huh, ami annak a képnek a víz kristály struktúrájában rendezetként, információ halmazként megjelenik, akkor az agy onnan képes kiolvasni, amiből utána verbális kommunikációval elmondja azt az 1000 szót, amit az a kép jelent. Igen, hát minden ilyen analógia segít, hogy megértsük, hogy mi folyik a magyar agyban. Na, akkor volt ez egy zárszó, végre egy rövid zárszót is mondott Zoli. Ugye látjuk, hogy végtelen az a tudástár, ami benne van, és ugye nagyon régóta ebben a tudáskörben, és nem merek már semmit mondani, véletlenül mondok egy külföldi szót, akkor ki vagyok kergetve a saját. De ez a stúdiót sem mertem mondani, mert a stúdió sem magyar nem, szó, nem? Az mi ez? Akkor ez itt ilyen... műhelymunka, amit végzünk. Műhelymunka, aha. Nem workshop, műhelymunka. Ugye én ki vagyok akadva egyébként, és nem tudom megmondani magamnak, hogy miért. Nézd meg, hogy mű, ugye mű, törekszünk valaminek a tisztázására. Aha, mű, az a mű. Igen, az a mű. Az a hely, ahol vagyunk. Ez a teleológikus cél, hogy eljussunk aha, a műhöz. Tehát ahhoz a szintézishez. Én a műsor végéig szeretnék eljutni. Tehát akkor mű, hely, és ez hely? Nekem nem munka, hanem műhely szórakozás, mert ugye, amit ilyen szeretettel csinálunk, akkor ez egy... Igen, valóban az ember az csak igazából boldogulni akar. Nem műhely pedig... boldogulásról beszéltünk. Igen. Kedves nézőink, nagyon szépen megköszönjük megtisztelő figyelmeteket. Nem mondom soha, hogy ezek nagyon egyszerű adások, de mindig az a célunk, hogy a te körödből. Körkörösen megkezelítjük az igazságot, ami a mi igazságunk, de nem biztos, hogy a teljes igazság. És lényeg az, hogy változzon a világ, és hogyha ott van az ősi tudás lenyomatokban, a holt tekercsekben, akkor ezekből élő tudást csináljunk, és minden olyan, ami hazugság, a söpörjük ki végre az életünkből, hogy a világ boldog legyen és élhető legyen. Most már nekünk is, és az utódainknak is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Úgy legyen. Kedves nézőink, VNTV-t, Viva Natura televíziót láttatok, láthattatok. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálon találjátok. Azért érdemes a weboldalunkat megkeresni, akár hírlevélre feliratkozni, mert ott találjátok az írásbeli anyagainkat, a heti üzeneteinket, és ha feljelentkeztek, akkor rendezvényeinkről, egyre több táborainkról egyre több információt tudtok kapni, és ott tudtok velünk is igazából kommunikálni. A YouTube-ban is tudtok, de anyázás mellett azért nem mindig jut lehetőség arra, hogy érdemben beszélgessünk. A weboldalunkon ezt még tökéletesen tudjuk vezetgetni, de inkább vezekelnünk kéne, de ebben most nem hagyom, hogy megszólaljam, mert sose fejezzük be. Na akkor köszönöm, hogy itt voltatok, viszontlátásra!